abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal, vigyázz, ne szólj erről senkinek sem egy szót, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be, Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot, emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim! Nagyon fontos az evangélium olvasásakor is a szövegkörnyezet, hogy hol mondta ezt Jézus, kinek mondta, és aztán úgy szól nekünk, de néha nem ez történik. Olvasva az evangéliumot, egyszer csak az Úr Jézus kiszól belőle, mert itt van, jelen van. Akarom, tisztulj meg. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Érdemes elgondolkodni azon, hogy csak az ember okozza a környezet szennyeződést. Az állatok nem szennyezik a környezetet. A növények sem szennyezik a környezetet. Csak az ember. Ha nem volna ember a földön, paradicsomi állapot lenne itt. Tényleg az lenne? Nem. Mert a növényeknek és az állatoknak nincs paradicsomi állapotuk. Nem tudnak önmagukról. A paradicsomi állapot az, hogy tudom, hogy szeretnek. És én is szerethetek. Tudom, hogy az Isten szeret. Mert ő teremtett. Magának teremtett, és ezen belül egymásnak. Ez a kapcsolat a paradicsomi állapot. Ebben a paradicsomi állapotban bízta Ádámra, vagyis az emberre a világot, amikor azt mondta, hogy őrizze és művelje a kertet. Hát a kert egy kicsit most már kitágult. Az egész világ mindenséget. Testvérek, az Istennel való szeretet kapcsolatban, engedelmességben kaptuk meg az uralmat a világ fölött. Tehát, ha megszakítjuk az Istennel való kapcsolatot, akkor a világgal való kapcsolatunk zavaros lesz. Amikor az ember szakított az Istennel, megromlott a rábízott világgal való kapcsolata is. Azt mondja, hogy tövist és bortoljárt fog neked teremni. De mivel mindig kereste a bukott emberiség az Istent, azért mindig maradt egy kicsit paradicsomkert is ez a világ. És sose fenyegetett a totális szennyeződés. A totális szennyeződés réme akkor kezdődött, amikor az újkorba megjelent az ateizmus. Az, hogy semmiféle Isten nincs. Te vagy a világ Istene. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztények nem voltak bűnösek a környezetszennyeződésben, de annyiban, amennyiben nem voltak szentek. Amennyiben nem voltak keresztények. Testvérek, nagyon fenyegetett világba élünk. És ma már világosabb, a napnál világosabb, hogy a szennyeződés belülről jön, az ember szívéből. Az Úr Jézus visszaállította az Istennel való kapcsolatunkat, de az emberiség egy nagy része Istentől független akar lenni. Megjelenik az újkori ateizmus mellett még az ateizmusnál is rosszabb, mert az ateizmus azért mindig Isten körül forog, mindig, mindig. A semleges, Istentől semleges világ. Ez a szennyezett világ.
mert ugyanakkor a világ birtokba vétele roppantul felgyorsult az újkorból. Így az ember az Istennel szakítva, tehát a szívét beszennyezve, árvának érezve magát, Istentől elszakadva, hatalmas találmányai ellene fordulnak. Ma a következő egészen világos, testvérek, kell a jog. Parlament egyebet se csinál, mint jogoktalkot. Mert szabályozni kell az együttélést. De nyilvánvaló, hogy nem lehet teljesen. Lehetetlen. Hát ahány szituációban, ahány ember, annyi szituációra kellene külön paragrafust hozni. Tehát az, a jog az csak úgy működik, ha az erkölcsben van benne. Az erkölcsben, hogy érted vagyok, hogy segíteni akarok. Az erkölcs pedig nem működik, ha nincs Isten. Ma világos ez, testvérek. Tessék otthon is végig gondolni. Elszakadunk az Istentől, akkor mi fogjuk meghatározni a törvényeket. Ki lehet írtani a magzatokat, el lehet tenni lábad az öregeket. 14-13 éves lányok már abortuson esnek át, számtalan Angliában, nyilván Magyarországon is. Minden meg van engedve, a drog használ, minden meg van engedve, és meg van szavazva. Hát ez az ember van beszennyezve. És akkor elszabadul a bálványimádás, a bankoknak a világa. És termeljük a hulladékot. A környezet szennyeződés lépőső oka az emberi szív, amely elszakadt az Istentől, vagy nem is keresi az Istent. Önistenítésbe fordult át. Ez a szennyes szív. Testvérek, ma olyan világot élünk, és ez azért nagyon szép is, fenyegetett világ, de Jézus bizonyos mondatait nem kell többet nekünk igazolni. Csak aki nem akar látni, az nem látja meg, amit mond Jézus, hogy nem az szennyezi be az embert, ami kívülről bejut, mert ez a félre első helyre jut. Legfeljebb egy kis biológiai fertőzés, aztán megoldható. Hanem az szennyezi be az embert, ami a szájából jön, mert a szívből ered. Az a sok hazugság. Azok a csalásos, milliárdos szerződések. Az a megfékezetlen szenvedély. Az elszabadult nemiség. Az elszabadult bírvágy. Az, hogy a másikat utálja. Testvérek, ez nem a világból jön. Ez mind az emberi szívből. Azt mondja Krisztus, a szívből származik minden rossz. Onnan ered minden rossz gondolat. Most már tudjuk, hogy a rossz gondolat szennyezte be a Földet. Van egy milliárdos, aki magyar nyelven ezt nyilatkozta, hogy egy bizonyos pontján az angliai törékeny gazdaságot kihasználva, ő milliárdokat nyert. Azt mondja, ez csak kereskedelem, mert semmi más. Nem kereskedelem, gazemberség. Gazemberség, hogy egy ország nem számít már egy egyeddel szemben. Testvérek, a szívből ered minden rossz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, parázasság, lopás, hamis tanúság, káromlás. Ezek szennyezik be az embert, mondja Krisztus, és ennek következménye a környezet szennyeződés. Az a habzsolás. Bizony. Fölkiálthatunk mindannyian, hívők és hitetlenek. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Elsősorban a bárványimádástól tisztíts meg. Az anyagiakhoz való rendetlen ragaszkodástól. Amikor már 3-4 háza van, meg nem tudom hány autója, minek? Ez már bűn. Az a túlbiztosítás. Az egyház gazdag? Adjon példát? Lehet.
az egyház szegény. A Vatikán adja el a kincseit, erre mondta Rédei Zoltán, sekresztésünk, sose felejtem el, igen, akik meg tudják venni a Vatikán kincseit, azok a pénzüket adják a szegényeknek. Mert majd azért vesznek meg egy gyönyörű szentségtartót, hogy a hétvégi házukban paráználkodnak, ott legyen kiállítva. Az az egész világ kincse. Aki meg tudja venni, az adjon a szegényeknek. Mert a szegény is bemehet oda, van olyan nap, hogy ingyen is láthatja. És a párizsi Notre-Dame-ba a koldus is hallgathat ingyen orgona hangversenyt. Nem bontják le az orgonát. Vigyázz, testvér! Elhangzott egyszer az evangéliumban, amikor Jézus lábára a nárdusz olajat odaöntötte az asszony, és azt mondta az egyik apostol, nem jobb lett volna ezt a szegényeknek adni? Erre megjegyzi a Szentíró, azért mondta, mert tolvaj volt. Aki az operaházat ki akarná üríteni, padlóit odaadni tüzelőnek, a templom szobrait elárusítani, az tolvaj. Bálványimádás. És micsoda rafinált módon. És hát minket is, mindannyiunkat megkért, kísért, papokat, hideket, hogy mindig valami Isten helyét elfoglalja a lelkünkbe. Testvérek, nem a hatodik parancs területén kell csak a tisztaság. Tiszta házasság, ez kevés. Az a tiszta szívű az evangélium szerint, akinek semmi és senki, még önmaga se az Istene, hanem csak egy Istene van. Ezek a boldogok a tiszta szívűek. És testvérek, minden nap meg lehet egy kicsit tisztulni, amikor nem csak imákat mondasz, hanem minden nap a jövő héten legyen egy pillanatod, amikor azt mondod, hogy Istenem, szennyes vagyok. Tele vagyok pálványokkal, de egyedül te vagy az Istenem. Én mindenkit itt fogok hagyni, a férjet, a feleséget, a gyerekeket, ezt a házat. Ezt az egész világot senkinek sincs, de csak te vagy. Uram, ha akarsz, megtisztíthatsz. Kinyújtott a kezét és megérintette. Testvérek, csak olyan pap prédikáljon, nehéz ez. És akkor prédikáljunk, amikor meg vagyunk érintve. Elsősorban a mi szívünket érintse meg. Az evangéliumból Krisztus kinyújtott ujja, de te is engedd magad megérinteni. Én beszélek, de Krisztus szól hozzád. Én nem ismerlek úgy, ő ismer téged. Ő felhasználja ezt a gyönge emberi beszédet azért, mert hitből szólottam, mert az egyház nevében szólok, és te meg hitben hallgat, hogy ő érintse meg a lelkedet ott, ahol fáj, ott a tisztátalan, és meggyógyulsz. Gyönyörű, nem csak a magyar nyelv gyönyörű, de szép ám a másik nyelve is nagyon szép, ha megtanuljuk. A francia is milyen gyönyörű, je suis touché. Azt mondja, meg vagyok hatódva, de nem ezt mondja, hanem meg vagyok érintve. Nem érzelmileg kell meghatódni a templomba, hanem hogy a francia mondja, engedd, hogy megérintve legyen. Nem a pap érint meg, nem az ő szava, hanem Krisztus, aki jelen vagy, kinyújtott a kezét és megérintette. És ha ott engeded magadat megérinteni, hidd el testvérem, hogy ott elmúlik a tisztátalanság. Ott meggyógyul az emberi lélek. Ott újraindulhatnak az emberi kapcsolatok mással. Testvéreim, úgy menjünk haza, hogy mindig meg legyünk érintve. Sajnos vannak keresztények, a papoknál az már még tragikusabbak, akik olyan betölt csatalóvak, elmondja azt a misét, mindent megcsinál, hívő is, begyünk, kimegy templomba, húsvét van, most, de nem hatódik meg, nem érzelmileg. Van neki egy jól felszerelt pénz páncélja, mindenre van egy kifogása. Ez a pap ilyen, az a pap ilyen, az egyház ilyen,
volt keresztes, tudom én, Szent Jónát már jelenlégették, stb. Mit érdekel ez téged? Nem szégyelled magadat? Itt állsz először szennyesen Krisztus előtt, és nem kiáltasz, hogy Uram, ha akarsz, megtisztíthatsz? Tilinszki imádságával fejezem be. Add Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsöndesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki sem hiányozhat majd. Ahhoz az asztalhoz, ahol a nap és a csillagokkal együtt hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök réten megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Add meg előlegként azt a csöndet, azt az asztalt, ahol minden cívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, a legkisebb féltékenység is leveti csúf állarcát, és színét veszve elpárolog. Nevezd meg valódi nevünkön, érints meg minket, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, tele álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, álhatatosabbnak és áldozatosabbnak kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van az itt a Földön, kivétel itt a szentjeid, és talán Bach, talán Mozart. Asztalodnál Bachnak is továbbra Bach lesz a neve, és Mozartnak Mozart, és teszem hozzá Teréz anyának Teréz, és Pió atyának Pió. Mint a vándornak megérkezni a tengerpartra, szívem és értelmem elhallgat már a távoli közelségektől is, meghalva végtelen intelligencia hullámverését. Add, hogy imádságban ne kérjek már semmit, de annál inkább hallhassalak, és hallgassalak téged. Amen.